Nos, kedves nézők, ennek a olvasókörnek a körvezetője, Bihari Albertné Jolika, ugye hát téged szerintem nem kell bemutatni a nézőknek. Gyakorlatilag, ahol könyvről, irodalomról van szó, ott te ott vagy, ez a szívügyed, és hát ugye évtizedeken keresztül, mint a Móricz Zsigmond könyvtár igazgatója, szintén azért dolgoztál, hogy nagyon sok ember olvasson. Igazgató helyettese, igen. Látod, én már itt még a múltban is oda pozícionáltalak. Így van. Hát egy olvasókör annak, aki még soha nem volt tagja egy ilyen olvasókörnek, az nem is tudom, hogy elsőre mire asszociál, hogy ott az emberek egy körben vannak, akkor olvasnak együtt, vagy pedig bizonyos témákról utána nagyon szívesen beszélgetnek egy-egy olvasmányélményről. Egyáltalán ez a Móricz Zsigmond olvasókör milyen régen működik itt Nyíregyházán? 2014-ben hoztam létre 20 alapító taggal az olvasókört, és azóta már feszegetjük az olvasóköri határokat, hiszen már egy-egy ilyen találkozón 40-50-en is vagyunk. Tehát nagyon nagy az érdeklődés, mert itt azokat az olvasmányélményeket beszéljük meg, amit vagy előre megbeszélünk, hogy a következő alkalommal mi lesz, melyik regény, melyik novella vagy vers lesz, vagy pedig ott adhok módon felolvasunk egy novellát, vagy egy verset, egy regényrészletet, és ott spontánul elkezdünk róla beszélgetni. Nagyon szeretik ezt a formát a oda járó tagok, hiszen azt hiszem, hogy mindannyiunknak az igazi vágya az, hogy megnyilatkozhassunk, és egy ilyen kötetlen, baráti, oldott hangulatban még az is megszólal, aki egyébként nem teszi ezt máskor. Mindig minden esetben maga a mű az, amiről gyakorlatilag a beszélgetés folyik, vagy egy idő után ez már csak alap, és olyan emberi érzésekről, olyan gondolatokról. Ez a kettő összefügg, mert a mű kapcsán beszélünk a különböző élethelyzetekről, hogy nekünk mit adott az a mű, a mi élethelyzetünkre hogyan lehet azt adaptálni, mit üzen nekünk ez a mű. Egyfajta ilyen gyógyítóterápiás jellege is van ennek. Ezt nem véletlenül mondom, mert a biblioterápia módszereit is alkalmazunk ezeken a találkozókon. Olyan műveket választunk ki, amelyek valami fajta problémára megoldást találnak, nem egyszer volt már ilyen választásunk, és nagyon szeretjük azt, amikor a tagok mondják meg, hogy melyik művet tegyük górcső alá. Gondolom, hogy vannak olyan örök emberi érzések vagy problémák, amik azért mindig visszatérnek, akár mondjuk a gyász, akár a szerelem, akár a barátság, vagy ezeknek az érzéseknek esetleg a elveszítése, ami teljesen mindegy, kortól és nemtől függetlenül azért az embereket érdekli. Pont ezen azt szerettem volna kérdezni, hogy a tematikában mondjuk mennyire fontos az, hogy esetleg egy-egy feltörekvő író, kortársi írónak a műve is előkerüljön, vagy inkább a klasszikusokat veszitek elő? Mind a kettőt. Fontosnak tartjuk, hogy a klasszikusok mellett a kortárs írókat is bemutassuk, és nem csak az országos rangos írókat, költőket, hanem a helyiek közül is. Természetesen itt is vannak rangosak, Nagy Zsuka is, és Csabai Laci is cserítékre került már, de azokat, akik amatőr szinten, de az amatőrnek a magasabb fokán írnak, azokat is meghívjuk ide, azokat a szerzőket, és bemutatkozhat műveiknek az előadásával, ugyanis minden alkalommal vannak olyan tagjaink, akik előadják ezeket. Egy előadó művész Ilyés Péter, vagy Abonyini Antal, Anna is még sorolhatnám, akik tolmácsolják is ezeket. És olyan jó diskurzus alakul ki, hogy tényleg jó nézni az arcokat, és vannak olyan tagjaink, akik azt mondják, hogy ki nem hagynák az olvasóköri találkozókat, annyira jó a hangulat, és ezáltal megismerkedhetnek eddig nem ismert írókkal, költőkkel, vagy akit ismertek, de éppen azt a művét nem ismerték, mondjuk most mondom Móricz Zsigmondnál maradva, hiszen Móricz Zsigmond központi alakja a találkozóinknak, például nem ismerik a Fanyar szívek című novelláját, akkor ezt is terítékre tettük, vagy a Légy jó, mint halálugat újraértelmeztük, hiszen minden életkorban más-mást mond. A szegény embereket megtárgyaltuk, tehát nagyon, és most pedig ez alkalommal, legközelebbi alkalommal Móricz Zsigmond születésének 139. évfordulója kapcsán, pedig
a néprajzi elemek szépirodalmi vetületét a Móricz novellájában. Ezt fogjuk elemezni dr. Dániel Rácz Magdolna segítségével. Tulajdonképpen ugye ő egy előadással készül. Igen, ezt az előadást nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen klasszikus konferencián történő előadást, hanem ez is egy oldottabb jellegű, egyfajta gondolatébresztő előadás lesz, amihez kapcsolódhatnak a tagok, hiszen Móricz Zsigmondról, névadónkról nagyon sok ismerete van már a odajáró tagoknak, és tudják pontosan azt, hogy mik ezek a néprajzi elemek, ezek a folklorisztikus elemek, hogy 1903-7-ig gyűjtőúton, népköltési gyűjtőúton járt Szatmár vármegyében, és tudjuk, hogy több ezer dalt, mesét gyűjtött. Tehát vannak ismeretek, és tudnak kapcsolódni, esetleg idézni is tudnak dalt. Nyilván kis felkészülést igényel, mert előre elküldjük a meghívókat, és akkor látják, hogy mi a téma, és én nagyon aktívak a tagjaink, felkészülve jönnek, és eddigi ismereteikre építve egyfajta nagyon, de nagyon kellemes kikapcsolódás, értve tanulás, hogy mondjam, ismeretterjesztő jelleggel is találkozhatunk ezeken a olvasókori foglalkozásokon. Még egy dolog, és tényleg nem szeretnék ünneprontó lenni, de vajon a fiatalokat sikerül megfertőzni? Vagy, mert nyilvánvalóan gondolom, hogy megtesztek ezért mindent. Igen. Lehet egy picit harcba szállni az internettel, a közösségi oldalakkal, és tényleg a szép irodalmat úgy közel hozni, vagy meg kell kondítanunk a vészharangot, és ez a generáció, hogyha már nem lesz, akkor nem lesznek olvasóköri tagok. Te hogy látod ezt? Nem, szerintem a Gutenberg galaxisnak nem lesz vége soha sem. Én ezt hiszem és vallom. Bármennyire is most az elektronikus világ rabjai a fiatalabbak, de én úgy gondolom, hogy vissza fognak térni a könyvalapú olvasáshoz, illetve fontos lesz számukra ez a fajta találkozó, hiszen egyre több fiatal van a köreinkben. Nem mondom, hogy minden téma kapcsán, de például amikor Kosztolányit tárgyaltuk, vagy Petőfi Sándort, vagy Arany Jánost, akkor igazán megnőtt, vagy kortársokat például a Nagyzsukáin, vagy a Csabai Lacén olvassák a helyi kortársakat, és akkor eljönnek ezekre a... Egy esetleg az érettségi tételeket is lehet egy kicsit előkészíteni, hogyha lehet sejteni, hogy abban az évben mondjuk ki lesz az, aki esetleg tételként megjelenne. Igen, és akkor arról persze, nagyon nyitottak vagyunk, és mindig, minden alkalommal elmondjuk a tagjainknak, hogy várjuk a javaslatokat, és bizony sokszor érkezett javaslat. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a különböző évfordulókhoz kapcsolódjunk, vagy ha valaki elhalálozik, itt gondolok arra, hogy éppen tavaly Jókai Annára emlékeztünk, akkor esetleg módosítjuk a körnek a programját, és az aktualitást nagyon fontosnak tartjuk, és a frissességet, időszerűséget. Nos, hát köszönjük szépen, akkor a dátum június 29-e, hány órakor? 16 órakor, mindig 4 órakor kezdünk, és minden hónapban vannak foglalkozásaink, most utána egy kis nyári szünet jön, de ősszel folytatjuk majd Sipkai Barnára emlékezünk születésének 100. évfordulója kapcsán, valamint Gródi Gyulának születésének 140. évfordulója kapcsán, és Márai is terítékre fog kerülni még ebben az évben. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.